A polgármester a találkozó elején úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy megtalálhatóak azok az ügyek, amelyeket pártállástól függetlenül lokálpatriótaként, akár ciklusokon is áthúzódva közösen készíthetnek elő és valósíthatnak meg a civil szervezetek és Új-Buda önkormányzatának képviselői vezetői. Egy olyan hosszú távú alapprogramot szeretne a polgármester kidolgozni, amely a nagy politika országos viharai ellenére a kerületben meghatározzák az elkövetkező ciklusoktól független időszak olyan elképzeléseit, amelyekkel a kerületben működő pártok, politikusok, közéleti szereplők, civil szerveződések valamennyien egyet tudnak érteni. Nagyon régóta készülök arra, hogy a ciklusokon átnyúló vezetéstől független programokban próbáljuk meg megállapodni. Ez nem egy személy dolga, és azt gondolom nem is csak a politikai pártoké, bár ők fontos szereplők, hiszen a végrehajtásban megkerülhetetlenek. Ezért most találkozunk civil szervezetekkel, a kerületben meghatározó jelenlévő olyan szervezetek vezetőit hívtuk el, akik azt gondolom, hogy kilakíthatják a saját maguk álláspontját ehhez a minimumhoz. Ma ahhoz tudják, ami jelenleg rendelkezésünkre áll, tehát mindaz, amit a politikai pártok eddig megfogalmaztak közös programként. Azt gondolom, ez most ki fog egészülni néhány jó gondolattal. Megpróbálom őket arra kérni, hogy ezen gondolkozzanak, mi egyenek elebb, és amiben szükséges, még egy körben találkozzunk, és azt gondolom, utána lehet még intenzívebben a politikai pártokkal megállapodni, tárgyalni, és adott esetben végrehajtani. Hogyan fogadta a polgármesternek ezt a kezdeményezését, mit szól ehhez az Új-Budai minimumhoz? Nagyon kíváncsian jöttem, hogy mit fogunk itt hallani, és végül is egy elég gazdag tájékoztatót kaptunk, aminek nagyon tudok örülni, és nagyon sok olyan pontot találtam benne, ami a civil szervezeteket is, és az általunk képviselt embereket is nagyon tudja érdekelni. A hozzászólásában konkrétan említett néhány témakört. Megköszönném, ha most a tévénézőknek, illetve az internetlátogatóknak is elmondaná. Hát lényegében három olyan témakör van, amihez így érdemben hozzászóltam. Az egyik az, hogy mivel az egyik szervezet, amit képviselek, az Őrmezői Mórusz Szent Tamás Egyesület, minket az őrmezői metró helyzet nagyon érdekel, ugyanis a jelenlegi állapotok szerint a végállomás ott lenne mi mellettünk a Retelet-érhez kapcsolódva, ami egy iszonyatos közlekedési dzsungújt okozna a mi lakótelepünk közvetlen közelében. Ha viszont kimegy a metró a Virágpiacig, akkor mindez a hangsúlyok áthelyeződnek, és egy levegősebb, tisztább helyzet alakulhatna mi nálunk. És hát nagyon örültem, hogy a polgármester úr is emellé a kezdeményezés mellé állt, hogy kimenjen a Virágpiacig a metró. Ez volt a közlekedést érintő rész. A másik rész az a szociális ügyeket érinti, ugyanis a civil szervezetek sokkal jobban rálátnak azokra az emberekre, azoknak az embereknek a helyzetére, akiket képviselnek. Ugye én most egy idős embereket segítő szervezetet, illetve a munkaerőpiacra visszatérni kívánó kisgyerekes anyákat képviselő szervezetet hát úgymond képviselek itt, és látjuk, hogy a szociális helyzet ugye milyen. Többször kaptunk olyan megkeresést a polgármester úrtól, hogy segítsünk abban, hogy hogyan osszuk el évvégén ezeket a szociális segélyeket, és én azt javasolnám, hogy ezt egy kicsit bővebb körben végezzük el, tehát a sokkal nagyobb intenzitással és szélesebb körben vonjuk be a civileket abba, hogy ők becsatornázhassák ezeket az igényeket, mert hogy azt hallottuk, hogy nem olyan arányban oszlanak el a meglévő pénzek, mint amilyen arányban a rászorultság feltételezhető a kerületben. És hogy mi civil szervezet képviselő, illetve az általunk képviselt emberkék nagyon szívesen részt vennének ennek a felkutatásában, és egy kicsit az ismeretterjesztésben, hogy milyen lehetőségeink vannak. A harmadik témakör pedig az úgynevezett civilek háza. Ennek nagyon örülnénk, mert a civil szervezetek többségükben nem rendelkeznek ingatlannal, vagy olyan helységgel, ahol dolgozni tudnak, és nagyon sok olyan civil szervezet van, amelyik valóban piaci szolgáltatásokat nyújt, tehát úgy értem a piacit, hogy igény van rá, mint például ez a munkaerő közvetítés, a munkaerőpiaci tanácsadás, az esélyegyenlőséggel foglalkozó programok, a munkáltatók megkeresése, hogy fogadják ezeket a pályaújrakezdő kismamákat, akiket mi képviselünk. Tehát mindenképpen olyan szolgáltatásokat nyújtunk, ami hiánypótló, és mondhatnám, hogy bizonyos tekintetben egyedülálló. És nagyon szívesen lennénk partnerek minden olyan programban, ahol akár feladat átvállalással, akár valamilyen hát úgymond lebarterezett módon mi helységhez juthatnánk, és akkor ezért cserében mi olyan szolgáltatásokat nyújtanánk, ami a szociális helyzetet nagyban javítja a kerületben.
Gondolok itt akár erre a 60 plusz programra, amit a polgármester úr említett, vagy hát ami a másik szervezetem profilja, a munkaerőpiaci tanácsadás a erre rászorulóknak. Mit szólt ehhez a meghíváshoz? Hogyan értékeli a polgármesternek ezt a kezdeményezését az újbudai minimummal kapcsolatban? Szép gesztusnak tartom, hogy kíváncsi a civil szervezetek véleményére. Az a nagy kérdés, hogy aztán mi épül bele ebből a határozatokba, de mindenképpen jó ötlet. Önnek milyen javaslatai vannak, vagy milyen javaslatokat fogalmazott meg, mikor elolvasta a levelet, illetve most a hozzászólásában is, amit említett? Ezek mind koncepciózus kérdések, tehát a mi sajátosságunk, hogy környezetvédelmi, egészségvédelmi szempontból gondoljuk végig ezeket a gondolatokat, és hát nagyon nagy kérdés, hogy milyen irányba fejlődik a város. Például a kulturális központ, vagy ugye Bartók Béla út revitalizációja program, az igazából arról szól, hogy visszaadni a közteret az embereknek, hogy kulturális intézményeket létrehozni, hogy valahogy felélénkíteni a Bartók Béla út környékét. De itt nagy kérdés, amit a polgármester úr is nagyon helyesen vetett fel, hogy valójában mekkora forgalom lesz, hiszen ő is azt mondta példának, hogy a Kossuth-Lajos utca ma egy városi autópálya, ahol senkinek sincs kedve sétálni. És én hozzászólásomban ezt vetettem fel, hogy ezt kéne nagyon határozottan átgondolni, hogyha a metró megoldja a tömegközlekedést, az szokott történni sajnos, hogy leveszik a felszíni közlekedést is, és ebben teret adnak az autóknak, ami pedig tényleg növeli a légszennyezést, a zajt, a forgalom az elviselhetetlenné teszi az életet, és kizárja mindezeket a funkciókat, amiket a polgármester úr említett. Úgyhogy én arra hívtam fel a figyelmet, hogy mindjárt a kezdőpontnál ezt nagyon jól át kéne gondolni, és a peremfeltételeket biztosítani, aztán persze jöhet az összes jó ötlet a Hadik kávéházzal és a többivel.